Sziasztok, itt vagyunk, éles sarkon jelenleg, és várom a 85-öst, aztán majd irány a retro hétvégére. Első körben csak ma este lehet a polcáig, ott szállás, elfoglalás, aztán holnap meg lehet a retro vasakat vadászni. Hát most mindjárt várom, hogy ott látjátok, jönni fog egy 85-ös, aztán Kőbánya Kispestről a tekergővel irány a polcára. Már csak azért is ezzel megyek, mert egyrészt az közvetlen a polcára, nem kell átszállni. Másrészt meg a tekergővel még nem mentem, hát jobb lett volna egy Balaton Express-el valami mambifékocsi, de sajnos ilyen a északi parton nem jár, meg amúgy át kéne szállni. Hát ez még nem az, ez egy 162 a. Egyébként itt vagyok megpakolva, két táska, aztán irány. És közben közel van Kőbánya felső, és ott már valami nagyon dudál. És ezt nézzétek, már benne áll a szerelvény, a szépség. Retro BHV vezérlökocsi, és az elején a 103-as csörgő, de majd azt is felveszem nektek, csak most előre szaladtam azért lőre. Azt is mondja, hogy hova valósi a csörgő, honnan hoztam? Az Békéssebai a 103-as, nem? Én úgy tudom, Békéssebai. Igen. Úgyhogy nem véletlenül, hogy a tekergővel megyek a polcára, mert ezért. Mert szerinted merre erre szervezted? Mert meg lesz sugva, hogy az a szerelvé fog venni. Ugye itt vagy, de már mindjárt elkapom az elejéről is. Fénykép van, videó is van, hello, ja, és az elejé. Akkor megyünk lélek. Fotózzuk még a klasszik Csodit. Ja. És itt van a Csodi. Békés Csabai 103-as. Itt van indulásra készen. Békéssebai és Ödik. Aki esetleg látta a tavalyi mozdonyparádé és videómat, onnan ismerős lehet, mert ugyanez volt itt a Békéssebai mozdonyparádén tavaly. Ugyanez a Csadi volt itt, ahol kívülről belülre meg lehetett nézni, úgyhogy onnan belsősítek is vannak, hát most nem lesznek. Már lehet, hogy fel lehetnek kéreckedni, de hát most minek, mert korábban már filmeztem bentről is. Úgyhogy mert körülbelül fél óra is indulunk a tekergővel, és ezzel a szerelvényel. És ilyen retro BHV kocsikkal vannak, ez most az extra vég. 103-as Csodi mellé. Ezért ez egy különleges szerelvény. És ráadásul közvetlenül látszállás nélkül megy tapolcára, úgyhogy még egy ok, amiért ezzel megyek egyébként. Egyébként pusztán azért megmentem ezzel, mert tudtam, hogy ez a szerelmény lesz rajta. Nézzetek, hogy itt van egy kutustáló. Tudom, ez az a retro VHV.
sziasztok közben. Na, sikeresen megérkeztünk Tapolcára. És itt hát na, szállás megvan, hát szerencsére azért én is hoztam magammal hosszabbítót, de itt is van elég, tehát a töltőkapacitás az bőven van, na nézzünk be a fürdőszobába. Hát a klasszikus room, na, mosógép, szállítógép, hát ez most nem kell, de még nem baj a szavam, de nem fogjuk használni. Nem minek. De mindegy, lehet zuhanyozni, van WC. Meg van ágy is, tehát most egy, meg egy, hát igazából két éjszakában elég lesz, van légkondi is, de azt szerintem most nem kell, mert napközben úgyse leszünk itt, éjszaka meg inkább nyitva adjuk az ablakot. Úgyhogy majd a feltölteni valókat meg majd itt mindjárt felrakom feltölteni, aztán hadd szóljon. Na most már külön csak igéne pakolni.